Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Fesztivált, falunapot tartanak holnap Pusztadoboson. Erről beszélgetek a település polgármesterével, Dani Attilával. Szép estét kívánok! Köszönöm. Nos, hát Pusztadobost nem biztos, hogy mindenki ismeri. Gyorsan helyezzük el a megye térképen, hogy mely nagyobb település mellett van, és egyáltalán miről híres ez a település? Vásárosnaményhoz van legközelebb, 10 kilométerre. Nyírmadar szomszéd településünk. Miről híres? Egy nagyon szép járműkúriánk van, ami tulajdonképpen helyszínt is ad majd egy programnak holnap. Mi ez a program, és egyáltalán hanyadik alkalommal szervezik meg? A programunknak a neve Közösségi Nap. Harmadik évben rendezzük meg. Nagyon sikeres volt az első két évben, szép környezetben. Azért Közösségi Nap ennek a programnak a neve, mert zömében a helyi civil szervezetekre építjük az egész napot. Az egyházak szervezetei, alapítványok, egyesületek, polgárőr, vadászegyesület, ezek alkotják zömében az egész napnak a program kavalkádját, ők biztosítják. A végén említette talán a vadászegyesületet vagy társaságot, talán így egy picit tematikus is lesz a nap. Miért mondhatom én ezt? Igen, nagyon jó partnerre találtunk a Egyetértés Vadásztársaság vadásztárságban, hiszen olyan dolgot találtak ki 3 évvel ezelőtt, hogy a földtulajdonosokat, ahol vadásznak, vendégül látják ezen a napon, és egy kísérő rendezvényként jelen vannak a mi programunkban. És nagyon jó visszhangja volt ennek, a földtulajdonosok szerették ezt a partneri kapcsolatot, hiszen mindenkinek jól esik egy ilyen kedves gesztus. De miben nyilvánul ez meg? Gondolok itt arra, hogy egy jó vaddisznópörköltet csinálok például, vagy ez kicsit több? Talán még az is lesz vaddisznópörkölt, illetve több vadas ételt főznek ilyenkor, 5-6-ot is. És hát az, hogy egész nap van alkalom olyan emberekkel találkozni, akikkel évközben szinte nincs, nem csak földtulajdonosokkal, hiszen a vadásztársaság tagjai és azoknak családtagjai is jelen vannak, politikusok jelen vannak, tehát egy olyan kis közösség fordul meg egész nap, ami nem mindennapi. Ez az egyik része, esznek egy jót, isznak egy jót, aztán a mi kísérő programunk meg nekik, az, hogy egész nap ilyen kulturális zenés program, sportprogram ad lehetőséget. Milyen jellegű előadások lesznek, hiszen kísérő programok, kulturális fellépők, csak is kifejezetten a pusztadobosi, mondjuk gyerkőctáncos előadásait láthatjuk, vagy milyen programokra kell itt gondolni? Ez most nem az a program, amikor a pusztadobosiak lépnek fel. Hát meghívott vendégek szerepelnek, egészen az amatőr népdal együttestől profi sztár vendégig, tehát ez egy ilyen falunap jellegű kulturális program, és hát elég szép számban sikerült most összetoborozni a fellépőket. Na halljunk egy kis ízelítőt, hogy miért is érdemes holnap pusztadobossa kilátogatni. Az operett műfaj, és operett műfajjal indítunk a nap kezdetén, igaz 12 órakor kezdődik ez a program. Viszont utána mulatós program volt a kívánság az elmúlt évhez képest. Meghallgatom a lakosság véleményét természetesen, hogy mit szeretnének, és most a mulatós műfaj az, amiben Vézoly, a fő sztárvendégünk a Kis Grofó, aztán Baby Gabi, Fresh, aztán Dredd és Doris lesz még, Postás Józsi.
Akkor idézőjelben a stílus apraja nagyja, az biztos, hogy ott lesz. Akkor ezek szerint ilyen dél körül érdemes kilátogatni, vagy már a délelőtti órákban is érdemes ott lenni? Én azt gondolom, hogy a délelőtti órákban azért, mert a gyerekeknek egész nap vidám park. Pusztadobosi gyerekeknek térítésmentesen. És kisvonat szállítja a települést körbe járni a szintén gyerekeket szülőkkel. Aztán indul 8 órakor a főzőprogram. Az előbb elsorolt, vagy mindenkit el nem soroltam, csapatok versenyszerűen főznek. Nagy az izgalom. És Pusztadoboson van valami érdekes, vagy helyi specialitás? Igen, igen. Na. Azt hiszem, hogy most az utóbbi hónapokban eléggé felkapottak lettek, úgymond előszedtük a fiókaljáról a recepteket, hiszen a helyi értéktár bizottságot megalakítva a helyi értéktár klub is alakult, és most a gasztronómia az a irányvonal ezekben a hónapokban, ami a régi pusztadobosi ételeket feleleveníti, megfőzzük, megkínáljuk vele a vendégeket, és ezen a napon is lesz olyan étel, ami ennek az értéktárnak, vagy a értéktár klubnak a főztje lesz ezen a napon. Értéktár, értékbizottság és klub, viszont kiállítás is lesz talán? Igen, azt a szerencsés lehetőséget kaptuk a megyeházától, hogy a megyei értéktárat, a vándor kiállítást Pusztadoboson is bemutathatjuk a közönségnek, nem csak ezen a napon, hanem még néhány nap látható lesz nálunk. Örülünk ennek, hiszen magának a kiállításnak mi nem vagyunk része, de így már részévé válunk, és reméljük, hogy lesz nekünk is olyan anyagunk, ami később a megyei értéktár kiállítási anyagba bekerülhet. Én ezt kívánom, polgármester úr, és kívánom azt, hogy holnap találkozzunk, és remélem, hogy önök is kilátogatnak majd Pusztadobosra. Most egy bejátszás következik. Érdekesség, hogy hungarikummá minősítetné a Magyar Huszárt a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség. Erről Székely Tibor, a szövetség elnöke szólt a 14. Nyíregyházi Huszár találkozó sajtótájékoztatóján. A kétnapos hagyományőrző rendezvényről most többet is megtudhatnak. A huszár szó eredete vélhetően egészen Mátyás király korába nyúlik vissza, amikor a király rendelkezése szerint kötelező volt 20 telkenként egy lovas katona kiállítása. Az ellenségre elsőként lecsapó határozott huszárt az egyik legmagyarabb fegyvernemnek tekintik, múltja és harcmodora világhírű. Fennállása már 500 évre megy vissza, valamikor a végvári harcok során alakult ki ez a fajta könnyűlovas harcmodor, amit a huszárnak nevezünk, hiszen ennek a katonának a könnyűlovas törökkel kellett megküzdenie, tehát olyan hasonlítani kellett, vagy úgy kellett csinálnia, hogy le tudja győzni. Tehát itt megkönnyebbült a fegyverzet, már nem viselt a lovas katona páncélt, hanem csak egy könnyű ruhát magán, fején esetleg sisakolt, később az is lekerült, és az is átváltott a csákó, és mindössze egy jó kardot. Ennyi. Na most ezzel kellett aztán huszárnak mindent elvégeznie, ami azért nagyon nehéz volt, hiszen a huszár tartották a haszterek mindenesének. A huszárnak kellett felderíteni az ellenség előtt. De a huszárnak kellett fedezni a visszavonulást is. A huszárnak kellett, ha megfutott a gyalogos katona, neki kellett feltartani az ellenség rohamát. Ha az ágyúkat megzavarta, vagy megtámadta valaki, a huszárnak kellett elkeregetni az ellenséget. Tehát ő neki mindent kell tudni csinálnia, és ehhez ugye jó, hát idővel aztán az egy szál karthoz még párosult egy pár pisztoly, meg egy karabé, de alapvetően a huszár fegyvere a kart. És hát ez a huszár segítenek meg a 19. század másik felében Nyíregyházán, először 1869-ben egy fél ezred, ez volt a Magyar Király 5. Honvéd huszárezred, és utána 1891-ben teljes huszárezred, és ez a másfél ezred 1918-ig Nyíregyházán is szolgált. Aztán jött a világháború, ugye a világháború vége, jöttek a forradalmak, a tanácsköztársaság, újra akkor a nemzeti hadsereg 1920-ban, és akkor megint egy teljes huszárezred jön Nyíregyházán, amik 1945-ig. Tehát Nyíregyháza, mondhatjuk azt, hogy huszárváros is volt, és hát hála Istennek nagyon sok olyan emlék is bekerült a múzeumba, ami ezt a 150 évet, vagy 200 éves huszár történetet meg tudja érinteni, tehát az emléke is megvannak.
A múzeum igazgató hozzátette, elődeinkre, így a huszárokra is méltóan kell emlékeznünk, ezért is szervezik meg két évente, idén már 14. alkalommal a nyíregyházi huszár találkozót. A kétnapos rendezvényen képviselteti magát többek között a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség is, így közel 40 lovas huszár lesz jelen. A szövetség elnöke a rendezvény sajtótájékoztatóján terveikről is szólt. Szeretnénk, hogyha most már a hungarikumok sorában megjelenne a magyar huszár is. Mindent elkövettünk már a Honvédelmi Minisztérium illetékeseivel, mi magunk a Hungarikum Szövetségnek is a tagjai vagyunk, tehát a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség. Tehát nem rólunk van szó, hanem a huszárságról, mint fogalomról, amelyet a világ tőlünk kapott. Úgyhogy remélem, hogy most már, ahogy mondottam volt, a pörköltek és egyebek után hátha elnyeri a magyar huszár is ezt a kitüntető címet, hogy ami evidencia, az hátha most már az is lesz. A huszárok méltón ünnepelhetnek már 14. alkalommal Nyíregyházán. Miért és kiknek ajánlja ön a szövetség elnökeként ezt a rendezvényt? Minden korosztálynak ajánlom. Egyrészt azért, mert ez egy kis időutazás, ahogy beszéltünk róla, ezeket az egyenruhákat, lovakat, lószerszámokat nem lehet minden nap látni. Mi azért szoktuk magunkra ölteni, hogy megemlékezzünk ugye a hős elődeinkről, és egy hiteles képet próbálunk nyújtani arról, amit ma már élőben csak mi tudunk megmutatni. Tehát gyermeknek, felnőttnek, idősnek ott a helye, és akkor egy kicsit kapnak a saját történelmükből is, mert a helytörténet is megjelenik itt, ugye a helyi huszárok is részt vesznek ebbe. Mi katonai hagyományőrzőként, akár ebben az egyenruhában, hiszen ez a nyíregyházi 4. huszárezred egyenruhája, ezt viselték ezelőtt 70-80 esztendővel, akik itt szolgáltak akár önkéntesként, akár sorozott katonaként. Olyan haditetteket hajtottak végre, és olyan emberi mentalitásokkal találkozhatunk ebből a korszakból a történetírás kapcsán, amely a mai világ embere számára is segítséget nyújt. A nyíregyházi huszár találkozó programjai augusztus 22-én kezdődnek, akkor közel 40 lovas huszár díszmenetét nézhetik meg az érdeklődők a Szabolcsi megyeszékhely belvárosában, a Sóstói Múzeumfaluban pedig többek között fegyver és harc bemutatót, a huszár emlékkertben pedig megemlékezést tartanak majd. Második alkalommal szervezik meg a Freedance Nemzetközi Táncfesztivált. Meglepő, hogy a helyszín idén nem Kisvárda, hanem Nyíregyháza. Erről is beszélgetek vendégeimmel. Itt van velem Szalkainé Szénégető Krisztina, a Freedance AMI igazgató helyettese, valamint Gacsáiné Veréce Hajnalka, a Bíborka AMI igazgatója. Szervusztok! Szia! Üdvözöljük a közönséget! Krisztina, hát véled találkoztam tavaly, sőt idén is, bár akkor más volt a téma, Kisvárdán rendeztétek meg először tavaly ezt a rendezvényt, idén miért pont Nyíregyháza, vagy mi ez a hirtelen váltás? Igen, Kisvárdán kezdtük el, ott volt első ízben, és most szerettük volna egy picit nagyobb közönség előtt bemutatni a fesztiválunkat, népszerűsíteni, de jövőre szeretnénk visszatérni az eredeti városunkhoz, ahonnan elindult ez a Freedance Fesztivál. Úgyhogy Nyíregyháza itt most helyileg azért is került szóba, hogy minél nagyobb közönség láthassa, hogy mennyire színvonalas a fesztiváli műsor. És én még hozzáfűzném azt, hogy művészeti iskola vagyunk, nem egy helyszínen oktatunk, hanem mind a két iskolában 15-15 telephelyünk van, és a Kisvárda is az egyik telephelyünk, és Nyíregyházán is vagyunk iskolákban, több iskolában is, és akkor így egy picit tudunk jobban mozgolódni, hogy nem kötődünk egy telephelyhez, vagy egy helyhez, hanem Kisvárda is a szívünk csicske, Nyíregyháza is, és még mondhatnám mi tovább, Dombrád, Nyírtas, stb. És számos település. Így van. Akkor ez tényleg egy ilyen ejha rendezvény lesz. Mikor is lesz ez a fesztivál, és milyen jellegű programokra kell majd számítani?
Augusztus 18-ától 22-ig tart a fesztiválunk, kihelyezett fesztiválnapjaink is lesznek. 18-án Nyíltason van a fesztiválnapunk, 19-én lesz itt Nyíregyházán a nagyszabású felvonulás, ahol rengeteg fellépő és a nemzetközi csapatok felvonulnak, és a Kossuth téren zárják egy nagy-nagy fergeteges fesztivál műsorral a napot. Kik jönnek egyáltalán? Mitől nemzetközi ez a fesztivál? Három csoport érkezik. Ankarából, Törökországból jön egy csoport, akik egyetemisták. Tavaly ők már részt vettek Kisvárdán is a fesztiválunkon, nagyon színvonalas műsort adtak, úgyhogy nagyon meg voltunk velük elégedve, ezért ismét felajánlottuk nekik a lehetőséget, és szerencsére örülünk neki, hogy éltek vele. Másik csapat Romániából, már a Maros-szigetről érkezik, ő saját kultúrájukkal természetesen mindkét csapat, tehát a török és a román is néptáncos csoport. A Ukrajnából pedig Ungvárról modern tánc, hip-hop, street dance, és akkor itt elmondanám azt is, hogy ez a fesztivál táncfesztivál, nem csak egy műfaj mutatkozik meg, néptánc, társastánc, modern tánc, hip-hop, tehát teljes kavalkád a tánc műfajban. És ez is kötődik ahhoz, hogy a művészeti iskolánkban nem csak egy tánc műfajjal foglalkozunk, hanem a táncágnak minden ágazatát oktatjuk, tanítjuk, és innen jött ez az ötlet is, hogy minél több színesebb műsort tudjunk biztosítani a közönségnek. Tavaly Kisvárdán kik voltak azok a csapatok, vagy éppen mik voltak azok a tánc stílusok, amiknél igenis megálltak az emberek, és azt mondták, hogy na most egy kicsit elidézünk itt, megnézzük, hogy ők hogy táncolnak, mit mutatnak, tehát nem feltétlen csak a néptánc, hanem mondjuk a hip-hop is leállította az érdeklődőket? Igen, érdeklődők voltak, de tavaly kisebb létszámban szerepelt a műsorunkban a hip-hop, inkább a folklór táncok és a nemzetiségi táncok, de teljesen vevők voltak a közönségek arra is, és ezért gondoltuk, hogy tágítjuk ennek a skáláját. És az előbb még teljes igénye nélkül kifelejtettem, hogy 20-án a Sóstói Falu Múzeumban is lesz fellépés a nemzetközi csapatoknak és csapatainknak, 21-én visszatérünk Kisvárdára, mint fesztivál napunkra, úgyhogy visszaidézzük a tavalyi emlékeket, és 22-én pedig a záró rendezvényünk Dombrádon lesz, ahol szintén kihelyezett fesztivál napunkként zárjuk majd a fesztivál rendezvényt. Akkor ezek szerint egy fontos momentum, hogy a 21-én megyünk Kisvárdára, akkor délelőtt a strandon, így van, a Sóstógyógyfürdőn, a fürdőben, a strandon, strandrészen flashmob, és ott is bemutatkoznak tehát egy-egy kis műsorszámmal a fesztivál csoportok. Ugye mert beszéltünk itt felvonulásról, ami 19-én 3 órától kezdődik, indul a főiskolától, Kossuth téren végződik, és ott viszont a megyéből nagyon sok csoport, néptáncos, egyéb tánckategóriába csoportok lépnek fel, tehát körülbelül 20 csapat fog vonulni a felvonuláson, és azok is előadást tartanak a téren. A közben a téren. Kedves nézők is láthatják a tavalyi, itt van egy Krisztina, a tavalyi fesztivál hangulatot, egy pár képet, hogy történt ott a vonulás, viszont az idei tényleg akkor megmozgatja az egész megyét. Nyírtas, Dombrád, Nyíregyháza, Kisvárda, rengeteg Csenger, település. Nagyecsedről. Mételek. Értesen, tehát nagyon sok számos fellépünk. Nyíregyházáról az Igrice táncegyüttes, a Szabolcs táncegyüttes, a Szabolcs DS-e társas tánc kategóriába, a Glam Crew, a T-Dance, nem, bocsánat, a Two-Step. Igen, elnézést kérek. Tehát nagyon sok gyerekcsoportok is lesznek, ugye a művészeti iskolából. Úgyhogy reméljük, hogy nagyon jól fognak szórakozni. Az biztos, és egy lényeges dolgot nem mondtuk, és akkor ezzel zárjuk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, hogy
ingyenes rendezvényről van szó. Tehát augusztus 18-ától jövő héten hétfőtől végig, 7-8 napon keresztül szinte az egész megye táncolni fog, remélhetőleg önök is, akár a flashmob keretében is. Köszönöm szépen! Szeretettel várunk mindenkit! Flúgos futamot szerveznek holnap Rakamazon. Többek között erről beszélgetek vendégeimmel, Rakamaz alpolgármesterével, Takácsné Bánlaki Anikóval, valamint itt van vele Mendler Attila is, akinek az öltözékéből már sejthető, hogy valami köze lehet a rockhoz és a motorokhoz. Szervusztok! Szervusz! Nos, hát ez a flúgos futam kicsi megütötte a fülemet, amikor hallottam, hogy mitől flúgos, miért pont Rakamaz, és egyáltalán miért? Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket a rakamaziak képviseletében. Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassam ezt a rendezvényt. Első alkalommal rendezzük meg a flúgos futamot, és ahogy már a neve is mutatja, attól flúgos a futam, hogy nem egy hagyományos futófesztiválról van szó, hanem kalandfutást tervezünk. Hány kilométer hosszan, és egyáltalán honnan indul majd ez a futam? 3 kilométer lesz a táv, de extrém akadályokat kell teljesíteniük a versenyzőknek. Hűha, de nem ez a spártai futam lesz, remélem, hanem kicsit lágyabb, gyengébb futamra invitáljátok az érdeklődőket. Milyen jellegű akadályok lesznek, vagy ez legyen meglepetés inkább holnapra? Nem árulok el minden akadályt, csak a legextrémebbeket esetleg. Lesz pókháló, mindenki bízza a fantáziájára, gumisziget, bálabuli, illetve jégpálya, de csak a hőség kedvéért. Ez egy jótékonysági futóverseny vagy futás. Egyáltalán miért is szerveztétek meg ezt a flúgos futamot? Nem titok, hogy Rakamaz városa bajban van. És attól van bajban, ami köré szerveztük ezt az eseményt, a békaház miatt van bajban. Súlyos öröksége ez a városnak, és az volt a célunk ezzel a futóversennyel, hogy megszólítsuk a kis embereket, hogy nyújtsák egy város felé segítő kezüket. Ha azzal, hogy eljönnek és velünk jól érzik magukat, vagy regisztrálnak és futnak, akkor ez az összefogás jelképe lehet mindenki számára. Idézőjelben egy ingyenes rendezvényről van szó, ám mégis van nevezési díj, pont ezért, hiszen egy jótékonysági futamról van szó. Holnap hány órakor kell érkezni Rakamazra azoknak, akik tényleg segíteni akarják azt, hogy a nagy békaház elkészüljön? Pontosítanék a helyszínen, tehát a rakamazi Tiszapartra kell érkezni, a békaház árnyékába. Ott, ahol a fesztivál terület van. Igen, 9 órától várjuk szeretettel a versenyzőket és a nézőket. 11 óráig tart a regisztráció. 11 órától kezdődik a megnyitó, ami nem lesz túl hosszú, és utána 11 óra 5 perc tájékán tartunk egy nagy közös bemelegítést egy személyedző segítségével. Nagyon-nagyon nagy ötlet volt ez a flúgos futam, ugye elkezdődött egy ilyen agyalás, egy ilyen kis tervezgetés, viszont kellett ehhez egy háttérintézmény, egy nagyon jó csapat. Attila, ti hogyan, nem is tudom, segítitek ezt a flúgos futamot, és egyáltalán minek a keretében jöhetett talán létre ez a verseny? Hát igazából egymást segítjük. Ez a flúgos futamnak a kiötlése kb. Egy-két hétre tevődik vissza. Igazából a helyszín, annak a biztosítását ugye a rakamazi önkormányzat segíti, és ott a helyszínnek a rendbetételét is. És akkor ott az Anikóval, amikor kint jártunk, bejártuk a helyet, akkor mondta, hogy szeretne egy ilyet csinálni, és utána arra gondolt, hogy miért ne lehetne akkor közvetlenül ebbe az időpontba, és akár itt a motoros találkozónak a helyszíne mellett.
gondolkoztunk rajta, és így kitalált, hogy miért ne. Akkor, ha már ott van úgyis egy adott társaság, akkor hát, ha ők is be tudnak erre a flúgos utamra nevezni. Akkor ezek szerint benne. A motorosok lepattannak a járgányokról, és ti is fogtok futni? Hát nem elképzelhetetlen. Benne, hogy viszont sürget minket az idő. Mindenképpen szóljunk arról is, hogy ha már van ez a rendezvény, ez a motoros találkozó, hogy ma késő este, tehát péntek este, illetve szombaton milyen koncertek lesznek még, amire mondjuk a nézők is kilátogathatnak? Hát ma már este 8 órától kezdődik a Rót zenekar, utána a Depresszió zenekar lép fel 10 órától, és utána a nyíregyháziak is biztos ismerik a Tequila Bandet, ők fognak éjféltől játszani, utána még a kis színpadon lesz egy kis rockabilly, Utah Smith & Wesson zenekarnak a hozzájárulásával, és így hajnalig 4 óráig, 5 óráig fog tartani a mulatság. Szombaton is lesznek koncertek, és hát maga a rendezvény akkor az vasárnapig tart talán. Egy biztos, hogy a futamra mindenképpen érdemes akkor motorral, motor nélkül érkezni, hiszen tényleg flúgos lesz ez a futam, és egy nemes célért. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Önöknek pedig munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.